Music Channel. Nincs, ami visszatart, mert mi vadnak születtünk, és ez így marad már. Azt találtuk ki januárban, vagyis hát már tavaly évvégén, hogy az idei évet megpróbáljuk szaporábra venni alkotásban. Tavaly vagy 2-3 új zenét csináltunk, idén viszont már csináltunk legalább annyit, 4 hősök videoklip érkezett eddig 2017 májusáig. Van még egy csomó terben, igazából az van, hogy nagyon sok zenét írt Joker, és termékenyek vagyunk témákban mindenben, és megpróbáljuk úgy kidolgozni, hogy mindezt csinálunk egy ilyen low budget videoklipet, ami két dolgot is ad, hogy jobb megjeleníteni mondjuk egy új dalt mondjuk mozgóképes formában, alapban nagyobb nézettséget hozhat akár a videó megosztó oldalakon, illetve van annak is egy ilyen kifejező forma, hogy szeretik az emberek, főleg a rajongóink, a hallgatóink, még mindig az, hogyha odaállunk egy kis image klippel, kellemesebben magukénak tudják érezni a zenét. A második videoklipünk idén sosem elég volt, ezt forgattuk Bécsben, ez egy graffitis hip-hopos dal, abszolút a szó felvonalát hozza, nagyon szeretik az emberek, játsszuk már zenekarra és DJ-s fellépéseken is vágják a refrént, nagyon jó. Nincs, ami visszatart, mert mi vadnak születtünk, és ez így marad már. Nincs, ami megállít, ha mikrofon a kézben, nekünk semmi nem számít. A vadnak születtünk az éjszakai videója, mi nagyon-nagyon-nagyon jónak éreztük magát a dalt és a klippet is. Egyőre nem jött át az emberek szűrőjének, kicsit ilyen mainstream-esebbnek érzik, viszont mi pont arra a tematikára próbáltunk meg rávilágítani, hogy effektíve az emberek nagy lángon élnek, olyan sok dolog történik a mindennapokban, és hogyha valaki tehetséges, szerencséje van, ki is tart mellette, és mellette egy kicsit pimasz, a szó jó értelmében, nem pejoratív értelemben, akkor előre tud menni. Kicsit ezt próbálja elmondani. Én például a szöveget E/2-be írtam, tehát hogyha valakinek mondanám, hogy de nem dadog. Mi nem is E/2, hanem nem te, hanem ő. Na mindegy, E/3. Égi arcok pakolnak, és az van, hogy a szóhisztéria nyelvtan időszakban nagyon sokat köszönhetünk a győrieknek, Tibáéknak, és onnan az aktívakat hívtuk el, úgy mint Tiba, Felt és Sziszka, és az volt a sztori, hogy ez megint ilyen pikpak összeálló zene, mindenki 3 nap alatt fölvette, Joker összerakta, és úgy döntöttünk, hogy csinálunk ennek egy videoklipet, csináltunk egy egyszerű videoklipet, viszont az embereknek valamire annyira bejött a feelingje, hogy olyan arcok találtak be egy-két napon belül, akik azt hittem, hogy évek óta el vannak tűnve, most pedig pozitív feedbacket fogalmaztak meg azzal, hogy ez igen, ez tök jó, ez ilyen hősökös. Van, aki benzen húz el, van, aki radán, figyeljen minden bradám, az öklös meg felétek, hozzátok kötetem a legtöbb emléket. Idén dalokba gondolkodunk, mindig az van, hogy csinálunk mondjuk két zenét, és forgatunk egy-egy klipet hozzá, dalokat próbálunk erősíteni, próbáljuk a hősök rendet még erősebbé tenni, és az a küldetésünk, vagy az igazából a cél, hogy egy széles vászon mutassuk meg azt, hogy mindenféle zenét tudunk. Van slágeres, van, ami nagyon hiphopos, van olyan előremutató, nem csak rap számokat csinálunk, tehát hogy fura is lenne, nem is tudnánk kiteljesedni benne, mert annyi rap számot csináltunk, viszont ebben most tökörjeztük magunkat ebbe a rapbe.